Hiába kérte, eddig nem hozták nyilvánosságra a Szekszárdi Sportközpont nemrég kinevezett igazgatója Malomsoki Krisztián pályázatát. Ezt mondja a Szekszárdi Városvédők elnöke. Szabó Balázs viszont, mint állítja, megszerezte a dokumentumot, ami szerinte hemzseg a helyesírási hibáktól. Malomsoki Krisztián igazgató úr pályázata, ez minősíthetetlen. Egy ilyen pályázatot egy ilyen szintű intézmény vezetésére nem lehet leadni, de azt gondolom, hogy minősíti azokat a képviselőket, akik ezt elfogadták. Ebben a bizottságban, amely arra volt jogosult, hogy ezeket a pályázatokat értékelje és a győztest kihirdesse, ebben kizárólag az ÉSZ frakció képviselői ültek. Szabó Balázs azt mondja, a helyesírási hibáktól hemzsegő pályázat is igazolja, hogy Malomsoki Krisztián alkalmatlan egy megyeszékhely sportközpontjának vezetésére, az pedig, hogy a pályázók közül őt találták a legalkalmasabbnak, megalázó a többi szekszárdi vagy környékbeli induló szakemberre nézve. Ez az ember teljes mértékben alkalmatlan. Ugye a pályázatában írja azt is, hogy francia és lengyel üzleti levelezésre alkalmas a tudása. Hát kérdezem én, hogyha magyarul nem tud írni, akkor hogyan tudna már levelezni franciául és lengyelül. Szabó Balázs múlt héten már kifogásolta Malomsoki Krisztián pályázatát és az általa eddig végzett munkát. A szekszárdi városvédők elnöke szerint az igazgató a sportcsarnok bezárása után is működtette az épület fűtését, amivel több 100 000 forintos kárt okozott az általa vezetett önkormányzati cégnek. Szabó Balázs akkor arról is beszélt, hogy Malomsoki Krisztián nem vette igénybe a kormány által felkínált bértámogatási lehetőséget az alkalmazottai után, amivel felesleges kiadást okozott Szekszárdnak. Az ügy miatt akkor kerestük Malomsoki Krisztiánt, ő viszont nem akart az elhangzottakra reagálni. Az ezzel kapcsolatban megfogalmazott kérdéseinkre a Sportközpont felügyelőbizottságának elnöke Faragó Zsolt azt válaszolta, hogy egy belső ellenőrzés során ezeket a felvetéseket is kivizsgálják. Faragó Zsolt legutóbbi közlése szerint heteken belül véget érhet a belső ellenőrzés. Ígérete szerint utána részletes tájékoztatást ad az ügyről televíziónknak is.